Néhány nappal ezelőtt egy az esti órákban közlekedő autós fedélzeti kamerája vette fel. A videón jól látható, ahogy a vaddisznó kiszalad az autó elé, ami el is üti azt. A legtöbb vadgázolás tavasszal és nyáron történik. Ilyenkor rengeteg állat hagyja el a megszokott környezetét, többek között a párzási időszak miatt. Sokan nem tudják, hogy mit kell tenni akkor, ha elütnek egy állatot. Ilyen esetben rendőrt kell hívni, vagy az érintett vadásztársaságot. Soha ne vigyék el a vadat, ugyanis az lopásnak minősül. Egy őz értéke átlagosan 2-300 ezer forint, de ez az összeg akár az 1 millió forintot is meghaladhatja. Ennyire büntetik meg azt, akinek az autójában találnak rá a tetemre, mondja Király István, a Magyar Országos Vadászkamara Tolna megyei titkára. A rendőrhatóságot értesítve az a körülmények alapján elvégzi a dolgát, helyszínszámle, ha szükséges, akkor komolyabb jegyzőkönyv, stb. És ezt követően lehet a érintett vadásztársággal megkezdeni a keletkezett kár terén az egyezkedést, annak a rendezését, amennyiben ugye a kártérítési igény jogosan fennállhat. Annak érdekében, hogy megelőzzék a balesetet, ahol magas az útmenti növényzet, és nem belátható a terep, illetve azokon az útszakaszokon, ahol vadveszélyre figyelmeztető tábla van kitéve, kifejezetten óvatosan kell vezetni, főleg az esti hajnali órákban. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, érdemes ilyenkor a megengedett sebességhatárnál lassabban vezetni. Amikor valaki az úttesten közlekedik és látja az úton kihelyezett közúti jelzőtáblát, amely a vadveszélyre figyelmeztet, alapvetően nem köteles a sebességének a csökkentésére, azonban ebben az időszakban érdemes jóval fokozottabban figyelni, amikor az ilyen utakon közlekedünk, és hogyha esetleg az út szélén, akár a távolban, akár viszonylag közelebb vadakat észlelünk, akkor érdemes a sebességünket lelassítani, hiszen hogyha előttünk átszalad egy vad, az azt jelentheti, hogy társai is követik őt. A tavalyi évben 127 bejelentett vadbaleset történt Tolna megyében. Ezek közül egy súlyos motoros eset történt 2020-ban. A korábbi években azonban sajnos előfordult, hogy tragédiával végződött egy vadelütés, ugyanis 2019-ben a 6-os főúton szintén motoros ütközött egy vaddal, ebben az esetben a motor vezetője a helyszínen életét vesztette.